A már bajnok HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata az UFC Szekszárd gárdáját fogadta az MB3 középcsoportjának 36. fordulójában. A találkozó előtt köszöntötték a Kozár Michelini Janikovszki Éva általános iskola első és második korcsoportos labdarúgóit, akik megnyerve a megyei diákolimpia küzdelmeit, kvalifikálták magukat a szombathelyi országos döntőre. A mérkőzés kezdőrúgását az intézmény vezetője Varga Éva végezte el, aki vasárnap ünnepelte születésnapját. Az első félidőben leginkább a vendégek tér felén folyt a játék. Szervezetten, szűken védekezett a Szekszárd. A 8. percben Kirtner baloldali beadását Vajda fejelte a kapu mellé. Majd ismét Kirtner ment el a bal szélen, befelé cselezett, majd lőtt, de Pomozi védett. A kipattanót Vajda kapásból mellé tekerte. A 28. percben Turi távolról lőtt a kapu fölé. Aztán Hampuk készített le egy labdát Vajdának, aki távolról fölé lőtt. Az első félidő utolsó percében pedig Kirtner lövése vágódott horogról szögletre. A második játékrész kezdőrúgását Gulyás Zalán végezte el, aki a Janikovszki Éva általános iskola második osztályos tanulójaként a megyei diákolimpia labdarúgás gól királya lett. Zalán Hampuk passzából megindult a szekszárdi kapu irányába, és 19 méterről bal lábbal a felső sarokba lőtt. Az 52. percben Kirtner indult el a bal szélen és cselezett befelé, lövését Pomozi tolta ki a hosszú alsó sarokból. Aztán Kozics szöglete után Tóth Zoltán fejelt a kapu fölé. Az 59. percben a vendégcsapat hozta játékba a labdát egy kirúgás után, amit Hampuk megszerzett, majd 6 méterről lőtt, Pomozi azonban bravúrral hárítani tudott. Pár perccel később, hosszú indítással Kirtner ment el a bal szélen, befelé cselezett, majd Szabó Dominik elé passzolt, aki közelről lőtt, a szekszárdi kapus azonban ismét bravúrral hárított. Majd Horváth lőtt távolról, lövését nem tudta fogni Pomozi, és kipattant róla a labda, amire Hampuk csapott le, de közelről csak az előtte fekvő kapusba tudta rúgni a labdát. A 68. percben Hampuk a bal szélről passzolt vissza Kirtnernek, aki éles szögből lőtt, de Pomozi szögletre hárított. A sarokrúgás után bekelőtt centikkel a kapu fölé. A 74. percben Kozics baloldalról tekert a rövid felső sarokba egy szabadrúgást, amit a vendégek hálóőre ismét bravúrral hárított. A kapu elé pattanó labdát pedig Tóth Zoltán közelről a felső létre fejelte. A 79. percben Kónya cselezett jobb szélről befelé, majd visszapasszolt a lendületből érkező Kozicsnak, aki távolról centikkel lőtt a bal kapufa mellé. A mérkőzés hosszabbításában Tóth Zoltán beadását Gajág rúgta kapura, Pomozi azonban fogta a lövést. A HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata 36 forduló óta veretlen, és már csak 2 mérkőzés van vissza a bajnokságból. Most jöttem ki az öltözőből ebben a pillanatban, rövid leszek, hiszen nagyon megdicsértem a csapatomat, mert azt a futballt láttam, amit mi szerettünk volna. Mindent, tehát mindent megcsináltak, persze, hogy voltak benne apró hibák. Védekezésben nem nagyon hiszem, az ellenfél szerencsére ebben nagyon jól kontráltuk a kontratámadásaikat, tehát igazán nem volt helyzete az egész mérkőzésen, az utolsó, ami volt, egy kis lehetőség, az les volt. Hát egyszerű, ezen a képlet be kellett vonogni a helyzeteket. Nagyon sok helyzetünk volt szerintem a kipattanó kapusról, labdaszerzés onnan. Tehát én szerintem egy 5-8%-os helyzetet hagytunk ki, ezen kívül a lövések, a pontfogások. Úgyhogy irgalmatlan fölényben voltunk, sajnos ezek ma nem mentek be. Ennyi múlik, tehát én azt mondom, hogy egy olyan csapat, aki építkezik, annak sokkal több problémát okoz egy ennyire defenzív 9 ember a labda mögött lévő csapat. Nehéz feltörni, nehéz kivinni a szélére, nehéz olyan helyeket találni. Jól védekezett a Szekszárd, jól megszervezte a Zsolt, úgyhogy nem tudtuk feltörni. Ha feltudtuk, akkor pedig ott volt a Pomozi Zoli, aki a mező legjobbja volt így a védéseivel, de aztán több olyan bravúrja volt, ami elképesztő. Úgyhogy a helyzet és a gól hiányzott. A futball jó volt, úgyhogy gratuláltam a srácoknak. Újra egy lépéssel arra, hogy veretlenül vívjuk meg ezt, attól függetlenül boldogabbak lennénk, ha nyertünk volna. Hát nagyon nehéz meccsünk volt, mivel nagyon elfogytunk is, főleg a támadósorba. Ez látszott is, hogy nagyrészt a védekezésre koncentráltunk, hogy ezt meg tudjuk oldani. Az előrefele játékunk ugye nagyon sok kívánalmat hagyott maga mögött, de hát mai napon erre voltunk képesek, nem beszélve arról, hogy ugye egy nagyon jó csapattal találtuk magunkat szembe, ugye egy bajnok csapattal. Ezúton is szeretnék neki gratulálni ahhoz, hogy feljutottak az MB2-be, és sok sikert az MB2-höz. Ugye most már 3 baranyai MB2-es csapat van. Reméljük, hogy valamelyik azért meglépi az MB1-et is már, hogy akkor legalább legyenek lépcsőfokok.
Úgyhogy a Michelin sokat tett azért, hogy győztesen hagyja el a pályát, megvoltak a lehetőségei, de a szerencse ma velünk volt, meg a kapusunk.